Az egyik bonyhádi vállalatnál tört ki sokadszorra a vita a két kolléga között idén májusban. Úgy tudjuk, a konfliktus hátterében szerelemféltés áll, vagyis egy férfi miatt mérgesedett el a viszony a két munkatárs között. Ezúttal azonban nem csak szóban szitta egymást a két nő. A fiatalabb egy 49 éves bonyhádi nő már nem elégedett meg azzal, hogy trágár szavakkal illesse kolléganőjét, rángatni kezdte. Egy 56 éves asszonyt egy 49 éves kolléganője 2019. május 15-én a délelőtti órákban előzetes szóváltást követően több alkalommal megrángatta, majd belekapott hajába is, és miközben a haját tépte, még az egyik ujját is megharapta. A verekedést mindenki látta a munkahelyen. A két nőt végül munkatársaik választották szét. A sértett a bántalmazás miatt 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett, feljelentést is tett a rendőrségen. A 49 éves nőt a bonyhádi rendőrkapitányság munkatársai garázdaság vétség, valamint becsületsértés vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki. A verekedést kezdeményező asszony a bűncselekmény elkövetését elismerte és beismerő vallomást tett. A rendőrök a nyomozást lezárták, vádemelést javasolnak az ügyészségnek.